Hétfőn a tervek szerint a város teljes területén elvégzi a légikémiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem megbízásából eljáró Semper konzorcium. Földi kémiai írtásra egy fertőzöttebb 500 hektáros területen van szükség évről évre, így idén is. A légikémiai védekezésre a napnyugtát megelőző másfél órában, a földi kémiaira pedig a napnyugta utáni időszakban kerül sor a tervek szerint. A szúnyogok gyérítése során alkalmazott szerek emberre nem veszélyesek, azok csak hidegvérű állatokat, főként rovarokat pusztítanak, így a földön végzett ritkítás során keletkező felhőktől sem kell megijedni.